Nyílt napot tartotta a Karácsonyi János Katolikus Gimnázium. Bengeri Zsoltné igazgató kiemelte, a koronavírus járvány óta rendhagyó programot tartanak. A látogatókat nem teljes tanórákra hívják, hanem 20 perces blokkokban mutatják be az iskolai életet. Ilyenkor többek között a testnevelés, idegen nyelv, matematika, biológia, valamint az irodalom kap nagyobb hangsúlyt. Akár még ilyen kutyás foglalkozás is látható, tehát egy kis szeletkéket mutatunk be. És legalábbis azt mondták annak idején, hogy jó, hogy gyorsan pereg az egész, most éppen a kollégiumot tekintik meg az érdeklődők, tehát betekintést kapnak az órába, csak nem egy órányi időben. A megjelentek elsősorban az iskolai légkört vizsgálják, hogy milyen érzést vált ki belőlük mindaz, amit egy délelőtt során tapasztalnak. Másodszorban az órákon tapasztalt benyomások a mérvadóak. A beiskolázás előtt a gimnázium is ellátogat különböző intézményekbe, ahol elmondják, mit tudnak kínálni a Karácsonyi János Katolikus Gimnáziumba jelentkező diákoknak. Mitől különleges attól, hogy katolikus? És a katolikus szó nyilván sok mindenki másra asszociálhat, tehát nagyon fontos számunkra a nevelés, tehát nem csak a tananyag, hanem a gyerekek, a diákok életét is nyomon követjük, és próbáljuk jó irányba terelgetni őket ebben a nehéz korszakban, ami a gimnáziumi évek tekintetében az egyik legproblémásabb sok szempontból. És a tagozataink általános tagozat az van, illetve választhatnak természettudomány, matematika, informatika, testnevelés, illetve humán tagozatok közül. Bengeri Zsoltné hangsúlyozta, a diákokra való odafigyelés a legfontosabb tényező. A nyílt nap során közel 100-an nyertek betekintést a Karácsonyi János Katolikus Gimnázium életébe.